Zoltán, Magyarország nemzetbiztonsági szakszolgálatok így írta alá az ügyfélszolgálatnak küldött levelet a magyar titkosszolgálat egyik munkatársa, amikor a nem működő kémprogramhoz kért segítséget. Az átlátszó.hu-n jelent meg, hogy ismeretlen hackerek feltörték a programot gyártó cég honlapját. Így derült ki, hogy a magyar kormány állítólag milyen kémprogramot használ. A dokumentumok szerint a magyar titkosszolgálatok többször is írtak az ügyfélszolgálatnak, volt, hogy a programhoz adott laptop romlott el, pedig sürgős lett volna a kémkedés. A híradóknak nyilatkozó szakértő szerint bárkit meg lehet figyelni, a lényeg csak az, hogy törvényesen tegyék. Ez nem egy videójáték részlete. Ezzel az animációs filmmel reklámozza a Gamma International a Finn Fisher nevű kémprogramot. A videó szerint a gyanútlan bűnöző az interneten, Skype-on beszél meg egy csomagátadást, a tárgyalást pedig valós időben látja a rendőrség is a programon keresztül. Akár itt, a magyar nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál is láthatnak hasonló internetes beszélgetéseket, legalábbis a világhálóra most felkerült lista szerint. Ismeretlen hackerek ugyanis feltörték a Gamma International oldalát, ahonnan több dokumentumot is letöltöttek, például, hogy kik és miről leveleztek a Finn Fisher nevű kémprogram ügyfélszolgálatával. A listán Magyarország is szerepel. Ez az ügyfélszolgálathoz küldött levelekből derül ki, amelyeken nem csak a nevét, de Magyarországot és a nemzetbiztonsági szakszolgálatokat is feltüntette a segítséget kérő. Az egyikben azt írja: kedves segítők, nem sikerült fertőző adathordozót előállítani, ezért csatolom a hibaüzenetet is. Mi a 4.40.1427-es szoftvert használjuk. Kérem, segítsenek megoldást találni, üdvözlettel. Zoltán, Magyarország, NBS. Egy másikban arra panaszkodik, hogy elromlott a laptop, amit a programhoz adtak, de mert nagyon sietnek, egy másik laptopon próbálták futtatni a programot, sikertelenül. Az ügyfélszolgálatnál csak egy katari és egy boszniai titkos rendőr azonosította magát hasonló pontossággal, mint a magyar levélíró. A listából kiderült, hogy a kémprogramot ezen kívül Mongóliában, Nigériában és Vietnámban is használják. Manapság a célzott támadások korát érjük. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint kémkedés mindig is létezett, csak ma már nem fekete autókból távcsöveken figyelik meg az embereket. Azt mondja, a kérdés mindig az, hogy a megfigyelés a jogszabályoknak megfelelően történik-e. A legnagyobb probléma a Finn Fisherrel, ez én tudtom nélkül a számítógépen vagy okostelefonon lévő biztonsági réseket kihasználva próbálnak telepíteni káros kódokat, vírusokat, amelyek utána a bizalmas információinkat kiszivárogtatják arra nem jogosultaknak. Kerestük a belügyminisztériumot is. Azt írták, a nemzetbiztonsági szakszolgálatok minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően járnak el. Csak akkor kémkednek valaki után, ha arra bírósági engedély van. Azt azonban nem árulták el, hogy a megfigyeléshez milyen programot használnak.